Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Digitális Téma Hét 2021-es webinárium sorozatában, az online oktatás és projektpedagógia sorozatunk második részéhez érkeztünk, amelyben a Digitális Téma Hét előző évadának, a 2020-asnak a nyertesei díjazott pedagógusai közül hármat köszönthetek itt ma este, akik tulajdonképpen két projektet, két nyertes projektet képviselnek, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és szeretném őket bemutatni. Elsőként mutatja majd be a projektjét Hipik Angéla, aki a budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanára, régi digitális pedagógus, minden évben mindenféle eseményen ott van, biztos sokan ismerik itt a jelenlevők közül, alig ha kell részletesen bemutatni, és köszöntöm a szegedi csapatot is, Somorjai Karolát és Trásárni Horváth Anna Máriát, akik a Karolina Óvoda Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium munkatársai, majd ők még majd elmondják, hogy ki mivel foglalkozik, és a ma esti előadás úgy épül föl, hogy egy pár szóban mindkét projekt bemutatásra kerül, megnézünk egy-egy rövid filmet is, amely a projekteket bemutatja, és ezt követően egy rövid beszélgetés lesz arról, hogy hogyan élték meg ezeket az időket, hiszen ne felejtsük, a 2020-as digitális témahét már digitális témahetek volt valójában, mégpedig a pandémia ideje alatt bevezetett digitális munkarend idején, úgyhogy elég sok kihívással kellett szembenézniük a kollégáknak, és ma is így van ez, sajnos ez nem sokat változott, hiszen a pandémia még itt van közöttünk. Úgyhogy akkor vágjunk is bele. Kérdezem Angélát, hogy előbb a filmet nézzük meg, vagy mondasz pár szót. A mikrofont majd. Akkor jön nézzük a film. Először a filmet, és akkor utána mondok pár szót. Oké. Ezek a filmek egyébként a díjátadóra készültek el. A matematika, a tudás és a tudomány fontos részét képezi az emberiség egész történetében, már neki is van világnapja, a Szlovák Iskola negyedik alkalommal csatlakozott a DTH programhoz, hozzuk divatba a matekot projekt során megtapasztalhatták, hogy a tudományok szolgáló leánya mennyire jelen van a mindennapi életben. Ahhoz, hogy a projekt záró matekson megvalósulhasson, a résztvevőknek okosodnia kellett. Kommunikációs felületnek egy digitális folyóságot választottunk, amelyre kitűztük az aktuális feladatokat, értékelő táblázatokat
és a hasznosnak ítélt információ morzsákat. Igazi kutatómunka kezdődött, életre keltek a kiválasztott matematikusok, e-postaládát, közösségi média profilt kaptak, s utazási irodák munkásságukkal kapcsolatos utakat szervezve tették mozgóba a matematika tudományát. A diákok nagy gonddal tervezgették a játékos foglalkozásokat, előkerültek a kísérleti eszközök, segédeszközök, volt itt minden, mi számtannak ingere, a minikonferencián arra is fény derült, hogy mit keres a pingpong labda a tojástartóban, vagy a tanárnő plüsnyuszia az iskolai projektben. A projekt ezen része humán területre tévedt, nagy szerepet kaptak az érzelmek, a színpadi megjelenés és a díszlettervezés is. Berendezésre került a színházterem. Idővonalnak álcázott szárítókötél, könyvként funkcionáló tablettároló, de kiskocsin beutazó ajándékdoboz is a képzelet szárnyalását támogatja majd. Helyére kerültek az előadást kísérő prezi darabkái videógurunk mesés mozgóképei nyomán. És a szomorú péntek, a jó kis szerdai főpróba után. Angéla, tiéd a szó. Már is. Amíg elindítod a prezentációt, a kollégáknak mondom, hogy ezek a videók mind 3 percesek, mert ez az időlimit volt a díjátadót követő TeachMeet minikonferencián, úgyhogy ha ilyen sebesnek tűnik, az azért van, mert ez a 3 perces időkorlát volt minden bemutatóra. És akkor át is adom neked a szót. Köszönöm szépen. A videóból látható volt, hogy a 2019 novemberében a Matematikai Unió és az UNESCO által bejelentett első matematika világnapja ihlette a projektünket. Krisztián Russo professzor szerint a tudás és a tudomány fontos részét képező matematika napjainkra már a bonyolultság olyan fokát érte el, hogy sokan észre sem veszik, mennyire jelen van mindennapi életünkben. Amikor tavaly januárban megálmodtuk a projektünket, az motivált bennünket, hogy a tudomány köré emelt falakat, ha nem is ledönteni, de döntögetni szeretnénk. Egy nagyon együttműködő, lelkes kis csapat verbúválódott össze már a tervezés és az ötletelés szakaszában. Mint azt hallhattuk, az Egy története című film tárta a diákok elé a számok megszületésének történetét. A javasolt projektproduktum történetesen egy színházi előadás és egy tudományos játszóház megszervezése volt. Annyira felvillanyozta az akkori 10. osztály diákjait, hogy az általuk matek show-nak elnevezett esemény minden apró részletét maguk kezdték megtervezni. Persze némi útmutatót azért a világító toronyként mellettük álló kollégák is adtak. Az ötletelésre a Jamboard felületét használták. Január és a február a kutatásé és a feldolgozásé volt. Tehát láthatjátok, hogy mi már nagy időben elkezdtük a projektünket. Egy projektben minden fázis meghatározó szerepkörrel bír, de kétségkívül a kivitelezés a legizgalmasabb, hisz ekkor kezdenek a diákok a feladatok konkrét megoldásához, és kezük nyomán valami új, valami érdekes születik meg. A diákok 3-4 fő csapatokban dolgoztak, ezeknek a csapatoknak a kialakítása természetesen nem volt véletlenszerű. Szempont volt a társas kapcsolatok, az érdeklődési kör, de az aktivitás is. Minden feladat, instrukció, illetve értékeléssel kapcsolatos üzenet azon a bizonyos digitális fali újságon jelent meg, amit a videó is megmutatott. 3 fő feladat
határozta meg a menetrendet. Elsőként az életre keltett matematikusok bőrébe bújva jelentek meg a diákok a közösségi médiában. Ehhez ugye digitális postaládára is szükség volt, meg természetesen egy önéletrajzra is. A mai kornak megfelelő önéletrajzok a Canva platformon készültek. E felület a projekt során képszerkesztőként, bemutató szerkesztőként és infografika szerkesztőként is debütált a projekt ennek a fázisában. A közösségi oldalakat természetesen karban kellett tartani, ami azt jelentette, hogy folyamatosan érdekes dolgokat kellett megjeleníteni, magukra kellett fölhívni a figyelmet, minél több követőt kellett szerezniük. Persze ezzel nem titkolt célunk az volt, hogy az iskola többi lakója is picit részese legyen az eseményünknek. A harmadik fő feladat egy utazási iroda menedzsmentjének a támogatása a technika erejével. A Canva lehetőségeinek sokszínűsége tette lehetővé, hogy ezeknek az utazási irodáknak logót, plakátot szerezzenek, vagy szervezzenek a gyerekek, a mobileszközöknek pedig a videó és hangszerkesztő voltak a segédeszközeik. A Padlet felülete arra is lehetőséget adott, hogy mindenki napra kész legyen, és minden olyan információ birtokába jusson, amire szüksége van. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy motiváló erővel is bírhat adott esetben. Megszerveztük a Teach Me-t is, hogy egymásnak is be tudják mutatni a produktumokat, természetesen a megfelelő reklámkampány videó támogatásával. Kiderült, hogy jó páran szeretnek videókat készíteni. Így azok a későbbiekben nagyobb szerepet kaptak, mind az előadás, mind pedig a tudományos játszóház digitális anyagainak az előkészítésében. A játszóházat a csapatok úgy képzelték el, hogy a felsősök forgószínpadszerűen jönnek majd a matematikusok nevével fémjelzett termekbe, és ott az előkészített feladatokat, játékokat elvégzik. Volt itt minden, mint szájnak ingere, nem csak a számtannak, ahogy az a videóban kiderült, illetve jobban mondva lett volna, mert végül már a pandémia erre nem adott lehetőséget. Kartonból kivágott háromszög puzzle, Fibonacci számok ihlette, csigavonal rajzolás, archimédeszi gondolatok megjelenése, de fraktálok és pingponglabdával telerakott tojástartó is, ami tulajdonképpen magaslatra akarta emelni a nulláknak és az egyeseknek a táborát. Az idén a szlovákok hivatalához beadott sikeres pályázatunk kapcsán Albert robotunk kapott egy társat, így a gyerekek fel tudták használni egy igazi forma egy futam megszervezésére, amivel elsőként az iskolánkba érkező 7. és 8. osztályosok ismerkedhettek meg, és ők lehettek részesei a tudományos játszóház nyújtotta flow élménynek. Sajnos a mi iskolásaink még nem tudtak ennek részesei lenni, de nagyon reméljük, hogy a tavasszal erre sor kerül. Korabeli öltözékek, kellékek, húsvéti juszik, a projekt, mint azt valamennyien tudjuk, egy olyan korszerű tanulásszervezési lehetőség, ami válasz talán a 21. század kihívásaira. Ahogy a célkitűzésünk is kettős volt, úgy az értékelésnek is több oldala kell, hogy legyen. Értékelhetjük a projektet, a produktumot, de akár még a társas kapcsolatot is. Ezt ki maga dönti el, amikor a projektet megszervezi. Minden esetre a projektben több rejlik annál, mint hogy a végén csak osztályozzunk, mint a hagyományos dolgozat
esetén. Ezért azt javaslom, hogy több szempontot is vegyünk figyelembe, akár az aktivitást, kreativitást, tulajdonképpen mindazokat a készségeket, amelyekre később a gyerekeknek szükségük lehet. Mi úgy próbáltuk meg a motivációt fönntartani, hogy pontoztunk az egyes feladatok elvégzésekor. Kvízek, kérdőívek, értékelő táblázatok segítették nem csak a tanár, de a diák munkáját is. Készült űrlap még a legkisebbeknek is, mert úgy gondoltuk, hogy ők is véleményt nyilváníthatnak majd az előadás, illetve a foglalkozásokról. A közös fali újságon, ahogy az látható, a projekt kilépett az iskola falain kívülre, mert hogy csatlakozott hozzánk az aszódi iskola is. Az ő produktumai között szerepelnek szófelhők, matematikai mémek, de ott is születtek önéletrajzok és plakátok egyaránt. Úgy gondolom, hogy a projektnek sok hozadéka volt, akár iskolai szinten, akár hát osztály szinten. Kiderült például, hogy igazi művészcsemeték bontogatták a szárnyaikat a projekt égisze alatt. Az addig csendes diákjaim hirtelen megnyíltak, aktív szerepet vállaltak a különböző folyamatokban. Mindenki megtalálta neki megfelelő feladatot, vagy a feladat találta meg őt. Ezért úgy gondolom, hogy nagy pozitívum volt ez az életünkben. Kár, hogy nem tudtuk még teljesen befejezni, de remélem, hogy még sok ilyen projektet sikerül szervezni. Köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha valakinek kérdése van, akkor tegye föl a chatben, és Attila majd nekünk továbbítja. Köszönjük szépen! Hát nem kevés dolog történt ebben a projektben, és hát maga a matematika is egy izgalmas terület, még izgalmasabb a matematika népszerűsítése, vagy a matematika népszerűségének a növelése. És ahogyan Angéla mondta, a chatben bátran lehet kérdéseket föltenni, és akkor a végén pedig, amikor beszélgetünk, akkor ezeket a kérdéseket áttekintjük, és az előadók válaszolnak rá. Most átugrunk virtuálisan Szegedre, és akkor ott is megnézünk egy kis filmet először, és aztán pedig a kolléganők elmesélik egy kicsit részletesebben is a projektjüket. Úgyhogy egy pillanat. Szegeden, a Karolina iskolában a 25 fős kollégiumi csoportunkkal ugyanúgy kezdődött a tanév, mint általában. Elmúlt a nyár, és unottan vártuk a dolgos hétköznapokat. Izgalomra adott okot, hogy új koleszosok érkeztek a csoportba, és a kölcsönös méregetés elkezdődött. Októberre szembesültünk néhány problémával, melyeket kudarcként éltünk meg. Bár a gyerekek közösségi portálokon ismerősök, ugyanakkor élőben ritkán és felületesen kommunikálnak. Az e-maileket nem nézik, segítséget nem kérnek egymástól, a szobákban nem járnak át, és tulajdonképpen döcög minden közösségi dolgunk. Csoportfoglalkozáson kimondtuk, hogy ez az állapot magától nem fog megváltozni, és határozott igényt fogalmaztak meg a gyerekek arról, hogy változtasson. Szerették volna, hogy szorosabbá váljanak a közösségen belüli kapcsolatok. Ez már fél siker. Ami biztos, mindenki, minden kollégista szeret aludni, enni, az online térben szabadon élni és játszani. De milyen a mindenkinek megfelelő játék? Online? Offline? Egyedül? Társaságban? Elhatároztuk, hogy játékot készítünk, és ehhez feltérképeztük a környezetünket. Mikroprojektekben gondolkodtunk. Milyen legyen a játék?
Hogyan alakul a munka? Létrejön a csirke design csoport, a videósok csoportja, az interjúkészítők és a játékkészítők csoportjai, és természetesen mindenki próbajátékos. Tartalma alatt rendszeresek voltak a megbeszélések, melyeken értékeltük a közös munkát. Fontossá vált, hogy önmagukról visszajelzést kapjanak a gyerekek, és megtanulják önmagukat és egymást értékelni. A projektból minden bejegyzése szívvel, lelkesedéssel készült, de az értékelések bejegyzései valamennyiünk számára igen tanulságosak lehetnek. Jó szórakozást kívánok a szubjektív beszámolók és játékok megvalósítását dokumentáló projektblog olvasásához. A következő év digitális téma hetére nagy várakozással és nagy vállalkozással készülünk. Tietek a szó! Akkor sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és Attila jelezte, hogy egy pár gondolattal várja, hogy bemutatkozzunk nektek. Itt a Karolinában Karolával úgy dolgozunk, hogy Karola a kollégiumban csoportot vezet, és igazából a munkarendünk is egy kicsit más, hiszen ő inkább délután este van tanulószobán, illetve este és hétvégén foglalkozások alatt a diákokkal. A kollégistákkal való munka dandárját azt természetesen ő végzi, és a kisfilmnek a narrátora és gyakorlatilag ennek a projektnek a motorja is ő volt. Én szaktanárként és az iskolavezetést képviselve vagyok ebben az iskolában 2 éve, és amikor ide kerültem, akkor nagyon lelkesen tapasztaltam azt, hogy nagyon sok kollega évek óta már a digitális témahétben, vagy a témahétre projektekkel készül, akár mini projektekkel, akár osztályokon átívelő projektekkel, de hogy a kollégistákat ilyen formában még nem hoztuk, vagy nem hozták be ebbe a történetbe. És amikor Karola megkeresett azzal, hogy mit lehetne bevinni ebbe a történetbe a kollégistákkal, akkor együtt elkezdtünk ötletelni, természetesen több kollega is nagyon sok jó tanácsot és ötletet adott ehhez. És hát, mint hallottátok, ugye a kollégisták nagyon szeretnek enni, inni, aludni és együtt lenni, és ebben mi is együtt értettünk, hogy a játékkal mindenképpen megfoghatók. Hogy egy szaktanár is az iskolavezetés hogyan segítheti ezt, abban tudok egy kicsit tanácsot adni nektek itt a résztvevőknek. Először is azt gondolom, hogy a kollégák nem hiszik el, hogy kevés adminisztrációval, disszeminációs kötelezettséggel ugyan, de jó tervezéssel mindig el lehet indítani valamit, és ha a tervekből jó a terv, akkor ahhoz nem kell olyan sokat hozzátenni, hogy egy jó leadandó projektterv legyen belőle. Talán Karolát ebben tudtam megsegíteni, és ebben tudtam neki nagyon sok segítséget adni, hogy a digitális témahétnek a meglévő projekt terveit egy kicsit megnézve a mi tervezésünk előtt, tanuljunk azoktól, akik már évek óta profin csinálják ezeket, mint ahogy itt Angéla is, vagy Angélát is jelezte Attila. Több diákot is tanítok abból a csoportból, akikkel együtt tervezte ezt a projekt blogot a Karola.
szaktanárként, és talán ha figyeltétek a filmkockákat, akkor láttátok azokat a csirke dizájnokat, és előttük láttátok a másodfokú egyenleteket is, mert hogy ezek a kis rajzok gyakran ugye napközben születnek, és nem azt mondom, hogy matek órán, de lehet, hogy a matek gyakorlása közben is egy-két jó ötlet összejön, és azt gondolom, hogy szaktanárként a szakórámon se probléma az, hogyha megállunk egy picit, és megkérdezzük ezeket a gyerekeket, hogy éppen miben vannak benne, mit csinálnak, és akarnak esetleg, vagy szeretnének esetleg erről mesélni, mert hiszen a motivációjuk azt gondolom, hogy azzal, hogy odafigyelünk, azzal folyamatosan fenn is tartható. A produktum, amit terveztünk, az egy projektbloggal sikeredett, ezt megosztottam veletek itt a chat falon, és Karola arra vállalkozik most, hogy egy kicsit az örömökről, és hát a bánatokról, vagy a nehézségekről is szóljon nektek néhány gondolatot. Igen, köszönöm szépen a fölvezetést. Tehát ugye a kollégium az egy erősen érzelmi munkahely, és amikor én készítettem egy ilyen képet, azt megkérem az Anna Marit, hogy ossza meg velünk, ott alapvetően az érzelmi részét próbáltam megfogni ennek a történetnek, ugyanis ez 2019. szeptemberében indult, de akkor mi még abszolút nem gondolkoztunk sem a digitális témahétben, se semmilyen projektben. Alapvetően úgy indult az év, hogy én, mint csoportvezető szárnyaltam, hogy jönnek be az új kollégisták és a kis ügyes régi kollégistákkal, hogyha egy csoportot alkotnak, ez milyen jó lesz nekem. A kollégisták azok pedig igencsak aggódtak, a régiek azért, mert jönnek az újak pedig azért, mert fenn vannak a régiek. Amikor nagy lelkesedésemben, akkor alkossunk közösséget, az első hétvégén összejöttek a gyerekek, nagyon hamar kiderült, hogy csak így nézzük egymást, és így, hát úgy nem mutatunk úgy érdeklődést. És amikor elkezdtünk így beszélgetni, hogy de most miért nem érdekel a másik, akkor azt mondták a gyerekek, hogy hát minek, hát ismerősök, a Facebookon ismerősök vagyunk, vagy bárhol már lecsekkoltam, hogy van-e kutyája, mi a kedvenc színe. És aztán kiderült, hogy a való életben ez így nem működik. Októberre ugyan a kollégistáknak az élete az egy kicsit oldódottabb lett, viszont én a teljes kudarcot megéltem. Közösségi szinten semmi nem működött. Tehát a gyerekek gyakorlatilag normálisan nem beszéltek egymással, így éltünk egymás mellett, de ott a projektból gyakorlatilag ezt leírom, hogy teljesen borzasztó volt minden. És amikor így kifakadtam egy csoportfoglalkozáson, hogy akkor csináljunk valamit, az egyik gyerek bedobta, hogy hát írjunk blogot, úgyis maga át fogja azt tolni, hogy csinálunk valamit, és azt úgyis dokumentálni fogjuk, és akkor innen jött az ötlet, hogy hát akkor nézzük meg, hogy ha valamit csinálunk, abból mi lesz, hogyan tudjuk dokumentálni digitálisan, és irány jutottunk az ötletbe. Megkérdeztük egymást, akkor már gyakorlatilag közös volt a probléma, hogy mi az, ami a kollégistákban közös, amivel tudunk valamit kezdeni, mi az, ami összehozza a kollégistákat, vagy ahol tudunk így együttműködni, és azt mondták, hogy a játék. Játszottunk egyet, egy beugró típusú játékot, és onnantól kezdve volt az, hogy akkor így a digitális és a játék együtt, mit lehet ezzel kezdeni, és akkor kerestem meg Anna Marit, és elindult egy közös gondolkodás. Volt egy alapvető tervezés ebben a történetben. A legvégső cél az lett volna, hogy egy nagy játékcsomagot összerakunk, ami egy nagy papírdobozban lesz, és abban lesz mindenféle játék. Lesz benne online játék, offline játék, és ezeknek az apró játékokra, meg egy nagy csoportos parti játék, ezeknek a játékoknak az alkotása, megszervezése és elkészítése volt a gyerekeknek a feladata. Azt mondták, hogy ez egy jó feladat, és gyakorlatilag ezt valósították meg. Miután a legfőbb szempont az volt, hogy mindent dokumentáljunk, úgyis fényképezünk, úgyis videót készítünk magunkról, gyakorlatilag nagyon sok anyag összejött, és februárra
sikerült az egész koleszt bevonni a legnagyobb szabású játékunkba, egy úgynevezett ilyen party game-nek neveztük el, és akkor már úgy volt, hogy mindenünk megvan. Márciusra, mikor beütött a pandémia, addigra gyakorlatilag nekünk rengeteg nyersanyagunk volt. És akkor itt kellett váltani, mert hogy bejött a karantén, ott hát az nehézség volt, hogy az anyagot össze kellett szerkesztenünk, vágni kellett, egyeztetni kellett, és ez párhuzamosan ment az iskolai oktatással, és ugyan akkor még a gyerekek sokkal lelkesebbek voltak, hogy online otthon lehetnek, de mégsem úgy ment a kommunikáció, hogy kellett volna, és végül annyi maradt le a teljes történetből, hogy a teljes szabályzatot nem sikerült elkészítenünk, de elkészítettük a projektot és az összes játékot. Azt hozzá kell tenni, hogy nem hittük el, hogy be tudjuk fejezni. És amikor beálltuk márciusba, tulajdonképpen elégedetten döltünk hátra, hogy hát legalább annyi hasznunk van, hogy megcsináltuk időre, megvan a komolysága ennek a történetnek, és amikor behívtak minket, hogy ez egy értékelt pályázat, körbe küldtem a gyerekeknek a meghívót, nem hitték el. Tehát rettenetesen örültek neki, nem hitték el, még 2021. szeptemberében sem hitték el, hogy tényleg megnyertük, tehát még akkor még mindig kaptam hangot, hogy most én akkor biztos vicceltem akkor. És ez a nyertes projekt gyakorlatilag az évkezdés nagyban meghatározta. Nagyon lelkesen kezdtük 2021-ben a tanévet, annak ellenére, hogy azt mondtuk, hogy hát lehet, hogy ha második hullám jön, akkor mi lesz, és nagyon sokat tanultunk ez alatt az idő alatt, és szeptembertől már a digitális dolgok azok már így készségszinten voltak, tehát hogy nem volt ezzel semmi gondunk. Most más kihívások vannak, mert egy másik projektre készülünk, viszont pont azért, mert az első karantén alatt technikailag annyit tudtunk fejlődni, most a digitális rész az gyakorlatilag nem okoz problémát. Inkább az, hogy tartsuk egymással a kapcsolatot, és hogy ne fásuljunk el, ne legyünk motiválatlanok. És hát ugye a kollégiumi létnek az alapja az, hogy együtt vagyunk, hát ezt a legnehezebb megtenni, úgyhogy ez ne legyen erőltetett, de azért hatékony legyen, de azért félszavakból is értsük egymást, tehát hogy ez nagyon sok kihívást hozott magával. Ez a történet. De nekünk a csoportnak, ennek a csoportnak ez a nyertes digitális témahetes projekt, ez rettenetesen sokat adott. Megkockáztatom a 2021. szeptemberétől, hogy még így mozog a csoport, és még így kommunikálunk, és elindult egy másik projektünk, az ennek az előzőnek volt köszönhető. Köszönjük szépen! Hát ez a második projekt is nagyon különleges volt, és azt el kell mondjam, hogy nagyon ritkán találkozunk olyan projektekkel, amelyek kollégiumot érintenek, vagy amelyek kollégiumban valósulnak meg, úgyhogy ezért is ide színfoltja volt a 2020-as digitális témahét pályázatainak ez a szegedi projekt. És akkor egy pár kérdésben szeretnénk, ha beszélnétek arról, hogy hogyan készültetek, hogyan szerveztétek a munkát, és hogyan befolyásolt titeket a járványhelyzet, valamint az, hogy milyen terveitek vannak a jövőre nézve, illetve hogyan alakult itt a szeptemberi kezdéssel a tanév. Úgyhogy elsőként talán az lehet érdekes, hogy milyen szempontokat tartottatok szem előtt, amikor a projektet terveztétek, és hogyan változott ez a járvány miatt,
vagy a járvány idején? Talán először Angéla. Nekünk egy kicsit szerencsénk volt, mert nagyon sok mindent megcsináltunk még a járvány előtt. Ugye mi már januárban elkezdtük a projektet, természetesen a tervezés, a tanári tervezés az már korábban is elkezdődött. Tehát ilyen szempontból tényleg szerencsések voltunk, mert tulajdonképpen a készülést azt mind a pandémia előtt meg tudtuk tenni. Hogy milyen szempontok voltak előttünk, amikor a projektet szerveztük. Egyrészt az, hogy minél több tárgyat felöleljen az a projekt, amit mi szervezünk. Tehát próbáltam a kollégáimat bevonni, és azt gondolom, hogy sikerült is. Hisz Dóri, a magyar tanár, ügyelt a szép kiejtésre, csiszolta a szövegkönyvet, vagy Ági néni, akit lehetett látni ott a kis videóban, segített behangolni a vízzel teli üvegeket, de még sok embert sorolhatnék. Tehát számomra ez volt egy nagy kihívás, hogy minél több kollégát bevonjam. A másik szempont pedig az, hogy a digitális eszközöket olyan dologra tudjuk felhasználni, ami nem csupán az informatikával kapcsolatos. És azt gondolom, hogy ez sikerült. Tervezzük a digitális témahetet ebben az évben is. Természetesen teljesen át kell gondolnunk, hogy miként tegyük meg. A téma még képlékeny, tehát amellé még nem tettük le a voksunkat, de az biztos, hogy most már vannak új digitális eszközeink, amit szeretnénk kipróbálni a digitális témahéten. Nekem még az év elején olyan álmaim voltak, hogy a sok-sok eszközt, amit nyertünk, ilyen-olyan pályázaton, többek között itt a digitális témahét pályázatán, azt majd ki tudjuk próbálni a projekt során. Remélem, hogy ez nem álom marad, hanem tényleg ki tudjuk próbálni. Köszönöm szépen. És akkor a karolinás kollégák látják. Azt gondolom, hogy ugye Karola, amikor megkeresett, és a fő cél az az volt, hogy ezeket a gyerekeket együtt kell tartani, hogy a külön csoport, vagy a külön szobákba kockulva is tudjanak mégiscsak valami közösséget alkotni. Tehát a fontos szempont, amit előtérbe helyeztünk, az, hogy senki ne maradjon ki a gyerekek közül, mindenki a hozzá közel álló feladatot kapjon. Ha ő online játékot választ, akkor azt, ha offline játékot, akkor azt, ha digitális játékot, akkor azt, ha nem, akkor nem azt. És hogy legyen, lehetőleg legyen motivált végig az év során, és nagyon fontos szempont volt az is, hogy a tanárok, akik ebbe segítségére voltak a Karolának, azok legyenek motiváltak, beleértve saját magamat is, és persze Karolát is, hiszen ő mondta, hogy neki is azért volt egy mély pontja, hogy lesz ebből egyáltalán valami. Úgyhogy ezek voltak, azt gondolom, nagyon fontos szempontok. És a másik, hogy hogyan készülünk, azt kérdezted még. Ugye Karola szeretné folytatni ezzel a csoporttal, vagy a bejövő új csoportokkal is a munkát, és egy fontos szempont az, hogy milyen tartalmat vigyünk a koleszosoknak ezekbe a projektekbe, és szeretnénk olyan tartalommal megtölteni, ami más területekhez is hozzá kapcsolódhat. Gondolok itt arra, amelyek lehet, hogy egy picit közhely, vagy nem nagyon akarok közhelyesen fogalmazni, de fontos, hogy mondjuk tényleg az, ami ma fontos, a fenntarthatóság, a pénzügyi kultúra, ezek valamilyen módon behűljenek a mindennapokban, és a kollégák is tudják ezt
úgy szinte látatlanul vagy észrevétlenül vinni. Úgyhogy valami ilyesmivel szeretnénk folytatni majd a jövőben. Köszönöm szépen. Én annyival egészíteném ki, amit Anna-Mari mondott, hogy például nekem az egy nagyon érdekes szempont volt, hogy én úgy ugrottam neki ennek a digitális témahétnek, annó, hogy ó, hát a gyerekek mindent tudnak. Tehát amit így pikpak meg fogják tanulni a videószerkesztőt, a linoitot, a kommunikációt, a bármit, és kiderült, tehát, hogy a realitások, hogy azzal szembesülni, hogy van, aki nagyon ügyes volt, de van, aki még magáról sem tudta, hogy nem is annyira ügyes. És hogy ezt így bemérni óvatosan, illetve hát hatékonyan, hogy azért a gyerek is ne veszítse el a motivációját, újat is tanuljon, ez egy nagyon érdekes szegmense volt ennek a feladatnak. És ugye az előbb mondtam, hogy lelkesen indultunk most szeptemberben, és pontosan azért indultunk lelkesen, mert már ezeket a köröket nem kell lejátszani. Tehát megvan a kommunikációs platformunk, tudjuk nagyjából, hogy ki mire képes, és ez nem tűn, szóval most már nem tűnik olyan félelmetesnek ez a digitális világ, mert végül nekem a tanulság az lett, hogy bár a gyerekeknek a kezében van a telefon és az eszköz, amikor azt mondtam, hogy fú, csináljon már ezt vagy azt, hogy illeszem be egy képet, vagy szerkesszek ki, akkor csak így nézett rám, hogy de hogy ő nem biztos, hogy azt ő úgy meg tudja csinálni, ahogy kellene. És ez például ez egy nagyon erős dolog, illetve amin nagyon sokat gondolkoztam, és szerintem az egyik legfontosabb tanulságunk az volt, hogy a kudarcot kell átértékelnünk. Tehát, hogy amíg a csoportra jellemző volt, meg még lehet, hogy most megint jellemző, majd amikor visszajövünk, akkor megnézem őket közelről, de hogy a kudarc ez egy blokkoló tényező. Tehát a gyerekek úgy működtek, hogyha valami nem jó, akkor hát nem csinálom tovább, mert ez úgyse jó. Ha úgyse lesz jó, akkor már bele se kezdek. És hogy a kudarcot átprogramozni úgy, hogy az egy irányadó, hogy a kudarc az arra van, hogy irányt kell változtatnunk, és valahogy máshogy kell csinálnunk, hogy aztán a sikerhez jussunk el. Ez egy nagyon nagy tanulság volt számomra. És azt gondolom, hogy a csoportnak is, hát én nagyon remélem, hogy emlékezni fognak rá, hogyha most visszajönnek, hogy ezt így kimondtuk, hogy a kudarc az ne legyen egy blokkoló történet. Köszönöm szépen. Hogyha egy nehézséget ki kellene emelnetek a projekt során, akkor mi volna az, és hogyan sikerült megoldást találni rá? Ugye nyilván bonyolult folyamatban sok problémát kell megoldani, de egyet emeljetek ki, legyetek kedvesek. Én azt emelném ki, hogy nehéz megtalálni a projektre készülésnek az idejét. Tehát, hogy nem férünk bele ebbe a hagyományos tanításba. Ennek a folyamatnak olyannak kell lenni, ami átíveli ezeket a tudományokat vagy tárgyakat, de egyszerűen nincs tere. Mert minden kolléga azzal jön, hogy nekem ezt meg kell tanítanom a gyerekekkel, tehát nem biztos, hogy erre van időm. Ez volt a legnehezebb, én úgy érzem, de sikerült végül megtalálni és meggyőzni a kollégákat, hogy igenis ez is a tanulásnak az ideje, tehát ez is egy tanítás-tanulás folyamat ez a projekt. Köszönöm. Hát én is az időbeosztást mondanám, és hogyha most írásba kellene leírnom, akkor úgy kezdeném, hogy zárójel nyílik újra, zárójel zár, és tervezés. Tehát hogy a tervezés az nagyon-nagyon fontos, de hogy közben az újra tervezés is folyamatosan új feladatok elé állít bennünket, azt is érdekes volt megtapasztalni. Nekem az alapprobléma a közöny. Ez volt a legnehezebb. Tehát amikor azzal szembesülök, hogy ok nélkül nem csinálja meg a gyerek, vagy én sem. Tehát ez a nem érdekel. Ez borzasztó. Tehát hogy azt éreztem, hogy bennem ez feszültségeket okoz,
Aztán egy idő múlva már annak is örültem, ha a gyerekbe feszültséget okoz, mert akkor meg legalább történik valami, és ha már ketten feszülünk, akkor már abból már valami lehet. Tehát a közöny, ez, szerintem ez a halála mindennek. Köszönöm szépen. Mit gondoltok, hogy a projekt során mi az, amiben leginkább megerősödtek a részvevő diákok és a részvevő pedagógusok? Melyek azok a kompetenciák, amelyek legjobban fejlődtek nálatok, a ti projektetekben? Én a tanári részről azt emelném ki, hogy talán az innováció elfogadása az sokat fejlődött a tanári karban. A diákok részéről pedig egyrészt a digitális kompetenciák, mert én is azzal szembesültem, amivel Karola, hogy ők ugyan remekül használják az okos eszközeiket, de amikor konkrét feladatot kell az adott szerkesztővel megcsinálni, az már gondot okoz, de ebben nagyon sokat haladtak előre, illetve a tolerancia, tehát a másikkal szembeni tolerancia. Ezek a próbák alatt nagyon-nagyon megerősödtek, vagy fejlődtek. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy az együttműködést emelném ki a gyerekek között is, de Karola megerősít ebben, hogy egymás között is, tehát a kollégák közötti együttműködést is nagyon, nagyon nagyban segíti. És azt gondolom, hogy egy sikeres projekt pedig abban is nagyon sokat segít, hogy példaértékű másoknak is, és most örömmel látom, hogy például itt is a webináriumon vannak olyan kollégák, akik becsatlakoztak, amikor fölírtuk a digitális fali újságunkra, hogy ma itt beszélgetni fogunk. És tudom azt is, hogy a mi példánk az idén is olyan projektet szül, remélem, aminek lesz produktum, amit be tudnak majd mutatni a kollégák a digitális témahéten az érdeklődőknek. Szerintem, amiben még fejlődtünk, az a tervezés. Tehát teljesen világos, ez biztos ciki így mondani, de mondjuk én 2019. szeptemberében a tervezés az nekem egy ilyen nagyon homályos fogalom volt. Tehát, hogy így Anna-Mari meg az egész projekt mutatott rá arra, hogy a tervezés, újratervezés, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És akkor, amikor elkezdtem kis füzetkében leírni a kis cuccokat, és akkor egyszer csak rájöttem, hogy nagyon sok szorongás, nagyon sok plusz üres idő, plusz üres energia szűnik meg attól, hogyha már majdnem ott voltam a legelején, ha elég csak megtervezni, aztán ha nem jól tervezem, már azzal is előrébb vagyok, mintha nem tervezek semmit. Tehát, hogy nekem az egyik legnagyobb tanulság az volt, hogy tervezni, 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 és hogy ahogy egyre ügyesebb lesz az ember, a realitásokat egyre jobban be tudja mérni. Tehát egyre inkább olyan tervei születnek, amit meg tud valósítani, ha meg tud valósítani, akkor az már egy eredmény, és akkor azzal tud így tovább haladni. És ezt hát egyértelműen Anna-Mari vette a fejembe, és ez nem is értem, hogy eddig hogy nem jöttem rá, pedig mindenhonnan ez jön, de azért a gyakorlatban tervezést elkészíteni, és ezt megtanulni, ez szerintem ez az egyik ilyen kulcs ahhoz, hogy még jól is érezzük magunkat a projektben. Köszönöm szépen, hát valóban egy komoly kihívások és komoly tapasztalatok jellemzik ezeket a projekteket, és a projekt pedagógiának pont ezek a hozadékai, amiket így felsoroltatok, tehát örömteli, és egyben nem is meglepő, de egyben talán biztatás lehet a kollégák számára, hogy érdemes belekezdeni, és érdemes projektekben gondolkodni, és a projektek alkalmasak arra, hogy amit korábban hagyományos órán tanultunk, tanítottunk, a projektek során egymástól is meg lehet tanulni, vagy egy projektben meg lehet ismerni. Aztán ugye
A digitális témahét időszaka után következett ez az új tanév, és ez az új tanév ismét pandémiával részleges vagy teljes digitális munkarenddel kezdődött. Mi az, amiben ez már más tanévkezdés volt? Mik azok a lényeges pontok, ahogyan készültetek, vagy indítottátok az új tanévet? Mi nagyon nagy lelkesedéssel indultunk, mert azt gondoltuk, hogy mi szeptemberben meg tudjuk tartani ezt a bizonyos matek sót. Igazándiból még újból el is kezdtünk próbálni, amikor jött a jelzés, hogy hát nem tudjuk most ezt megcsinálni. Ugyanakkor nekünk még volt ott egy másik projektünk is, a NetMentor program, és abban résztvevő gyerekek is jöttek, hogy akkor mikor mehetünk és taníthatunk a kicsiknél újból, mint az előző évben. Tehát le kellett őket lombozzam, és ez számomra nagy, hát hogy is mondjam, fájdalmat okozott, de azt ígértem nekik, hogy majd folytatni fogjuk tavasszal azt a részét, amit csak a jelenléti oktatásban lehet. Viszont az újabb online oktatásra tulajdonképpen felkészültünk az őszi hát időszak, az azzal telt, hogy bevezettük az Office 365-öt, a Teams-et, annak a használatát, kicsit a kollégánk ellenezték, mert tavasszal mi nem azt használtuk, tehát nagyon nehéz volt az átállás, bár az okait ők is tudták, hogy miért, de nehéz volt a regisztrációval, a szülők, gyerekek tájékoztatójával, tehát megmutatta nekünk a tavaszi időszak, hogy tulajdonképpen mit is kell csinálni, hogyan kell fölkészülni egy ilyen újabb online oktatásra, és azt gondolom, hogy jól csináltuk, mert épp a mai szülői értekezleten mondtak köszönetet az én nulladik osztályosom szülei, hogy fantasztikus, ahogy a tanárok a tanulás folyamatát irányítják, ők nem is gondolták, hogy akár egy nyelvet is lehet ilyen online környezetben tanulni, és valóban még a tornaóra is, a kolléganő számos ötletet kért és várt tőlem ahhoz, hogy ő meg tudja tartani. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha nem is jó ez az online oktatás, de minden esetre jó hozadékai vannak, amit szerintem tovább kell vinnünk majd a továbbiakban. Én betettem nektek a beszélgetésbe a virtuáliskarolina.hu-t, mert úgy gondoljuk, hogy az online oktatás körülményei között is mindent meg lehet valósítani. Ki gondolta volna mondjuk tavaly még, hogy majálist fogunk szervezni az online térben. Úgyhogy mi valljuk azt, hogy ezeket a projekteket nagyon jól lehet, sőt, lehet, hogy az egy talán még jobb tere az online projektek megvalósításának az online tér. Úgyhogy mi úgy indultunk el szeptemberben, hogy amire nem volt olyan sok időnk tavasszal, azt azért picit tegyük rendbe, és próbáljunk meg fölkészülni az esetleges második hullámra. A tervezésről tudom, hogy sokat beszéltünk már, de hogy tényleg tudatosan terveztünk, és kisebb tanári közösségekben egymást segítve és a tapasztalatainkat megosztva mindjárt az első hetekben sok időt fordítottunk erre. És gyakorlatilag nem nagyon ért váratlanul bennünket, hogy a 9-12. Évfolyam kikerült a digitális térbe. Itt októbertől, mert
mert hogy úgy számítottunk rá, de hogy ez olyan tervezett volt, és amíg tavasszal 2-3 napos volt az átállás, addig most gyakorlatilag egyik napról a másikra át tudtunk erre állni, és úgy tűnik, hogy egyébként amilyen dolgokat megterveztünk, például van egy osztályunk, ahol ilyen mini projekteket visznek végig a gyerekek 3-4 fős csoportokban egy-egy tanár vagy egy-egy szülő segítségével. Ezek is gyakorlatilag ütemezetten zajlanak ebben az évben. Hogy mi úgy gondolom, hogy megtettünk mindent annak érdekében, hogy tudjuk ezt jól mederbe tartani. Egy kicsit talán annyiban más ez az év, hogy ez most ilyen hibrid, tehát hogy nagyon sok kollega tanít a 9-12-ben is tanít mondjuk az 5-8 év folyamokon, ahol ugye jelenléti oktatás van, talán a nehézség az ebből adódik, a legtöbb nehézség ebből adódik. Én így látom. Viszont ezt folytatva sokkal ügyesebbek a tanáraink. Tehát sok szempontból sokkal nyugodtabbak, vagy legalábbis én a gyerekek felül ezt veszem le, sokkal gördülékenyebbek, kevésbé pánikolnak, hogyha eddig pánikoltak volna. És igazából a gyerekek... Hát nem azt mondom, hogy kapkodják a fejüket, de hogy úgy elismerően nyilatkoztak arról, hogy hát nem lehet összehasonlítani szinte a márciusi hangulatot és munkákat a mostanival. Tehát mindenki igazából sokkal ügyesebb, sokkal gördülékenyebben végzi a dolgát. Köszönöm szépen! Hát ez valóban egy hatalmas kihívás világszerte, és a tanárok is, és a szülők is nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy ez az online oktatás minél kevesebb nehezen behozható hátránnyal járjon, hogy minél több diák tartsa az ütemet, ne maradjon le. Úgyhogy a digitális témahét az talán egy lehetőség, egy segítség abban, hogy az online körülmények között is fenntartható a motiváció, hiszen itt nem a tanári előadásokon van a hangsúly, hanem a diákok tevékenységein, aktivitásán. Érkezett egy kérdés a chatbe Angélához, az a kérdés merült föl, hogy említetted, hogy volt egy partner a projektben, egy másik iskola, akik szintén részt vettek, és bizonyos produktumokat elkészítettek. Hogyan kerültetek kapcsolatba, vagy hogyan került a projektbe ez az iskola? Tehát tulajdonképpen ők találtak ránk. Igazándiból tettünk is érte, mert abban a Facebook csoportban, ahol Attiláékkal együtt és sok kollégával együtt sok mindent megosztunk, ott én tulajdonképpen megosztottam azt, hogy mik a terveink és mit csinálunk, és ennek az iskolának nagyon megtetszett maga a projekt, és akkor fölvette velem a kapcsolatot, és akkor kezdtünk igazándiból együtt dolgozni. Így utólag azt gondolom, hogy ha korábban találkozunk, akkor még szorosabbá válhatott volna, és vannak ötleteim, hogy hogyan lehetett volna még egy kicsit jobbá tenni, de én így is örülök neki, hogy végül az iskolafalain kívül is tudták ezt a projektet kezelni, és tudtak velünk együtt dolgozni. Úgyhogy ezt javaslom mindenkinek, hogyha valamilyen terve van, akár a mostani digitális témahétre, akkor ezek a közösségi oldalak, ezek nagyon jók arra, hogy egymást megtaláljuk. Köszönöm, és megerősíteni tudom ezt, különösen annak fényében, hogy egyre több külhoni kolléga csatlakozik a digitális témahéthez, Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból, de akár Nyugat-Európából, vagy volt olyan év, amikor Amerikából is csatlakozott iskola.
Szóval a digitális pedagógiai tanári fórum egy lehetőség, ahol megismerkedhettek egymással, látjátok, hogy ki mit oszt meg, és akkor meg lehet keresni egymást, és együttműködésben is létre lehet hozni projektet, és minden évben szokott is ilyen különdíj kategória, meghirdettünk ilyen kategóriát, amiben a együttműködést is díjazzuk. Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy elfogadtátok a meghívást. Még egyszer így utólag is gratulálok a kiváló projektekhez. Nagyon sok energiát kívánok és sok erőt az új projektekhez. Azt hiszem, nálatok már az ötletek, vagy az innováció magjai már termőtalajra hullanak, úgyhogy remélem, hogy ez a kis webinárium előadás segített abban, hogy másokat is bíztassatok arra, hogy érdemes ezt elkezdeni, érdemes ezekkel a projektekkel foglalkozni, mert a gyerekek digitális készségei és végső soron a pedagógusoké is fejlődnek a digitális témahét projektek során. Köszönöm szépen még egyszer, és találkozunk egy következő előadáson.